Mondok 5 okot, amiért már réges-régen le kellett volna mondani a Gyurcsány Ferencnek. Előre szólok, az elsőt csak az erős idegzetőek fogják majd bírni. 5. Kormányzás alatt minden évben nőtt a rezsiára, pedig azt mondta, hogy nem lesz áremelkedés. Gázáremelés, villanyáremelés. 4. A kórházi vízidíjról is azt állította, hogy nem lesz. Akkor én most mondom önnek, ez nem igaz. Mégis bevezette. 3. Privatizálta és kiárusította az országot, eladta például a MÁV kargót, a Magyar Vasút egyetlen nyereséges részlegét. 2. Devizahitelbe kergette a magyar családokat, a külföldi bankok kezére játszotta őket. És végül a legfontosabb ok, amiért Gyurcsánynak le kellene mondania. Elárulta a hazáját, lovasrohamot vezényelt a honfitársaira, és kilövette az emberek szemét az utcán. Felelősségvállalás és lemondás helyett azonban még mindig ő a baloldal főnöke. Szerinted mikor mond le Gyurcsány Ferenc? Írd meg kommentben!